Sziasztok! Köszönöm, hogy csatornámat, hogy albumom tudom, ez a Scoreból. Az albumnak borítója nincs, mivel a Scorenak nincsen albumja. Ezeket általában prémium albumba szokták helyezni. De én most, mint látjátok, egy csomó albumot tettem bele. Az album az egész jól ilyen 90%-os. És itt van velünk Mister. Hello mindenki! Most ez a te albumod, amúgy? Azt hiszed, vagy? Hát közös. Ja, az közös album, értem. De az olajt az az enyém. Az a tiédé, ezt megbeszéltük. Ez az Intergalaktik. Igen, nyitott a hitteket. Így néz ki az album, amit az Alán behelyezett. Nekem igen. Nagyon tetszik, hogy az elején vannak a kapusok, ennek úgy Jordan van. Jordan Steam-e. Úgy helyezte végig, és itt szabad elrendezés van, igaz? Azt hiszem, igen. Hogy majd nagyjából követted a sorszámokat, de ugye nem úgy van, mint egy más albumnál a sorszámozás, ugye nem, hanem csak mondjuk kapusoknak van 9-es száma, ugye? Igen. És ugyanúgy a játékosoknál is, hogyha az ország, vagy csapat van, ugyanúgy 9, vagy össze. Összevisszatettem, tehát nem sorszámok szüntettem az albumot. Igen, de ott sincsen meg szabva, hogy hogyan rakod fogod elhelyezni, szóval te ezt úgy rendezed be, hogy akarod, szabad rendezni. Mondjuk ez pommos sorszám szerint van rendezve. A kapusok. Bár. Szóval az All Hands Teamekből hiányzik három. Nem tudom kik. Úgyhogy nagyon durva. Aztán segítek lapozni, mert nagyon megy. Ugye ezt így rendezzük el, igen. A videó végén meg fogom nektek mutatni a csillogósokat, ezeket. A hitteket. Lenném minden sokat ebből a szériából. Ugye én ezt a Scoret imádom, egy évben csak egyszer jelenik meg, és a legdurvább hatású kártyák ezek, hiszen csapatok meg országok vannak benne, és a legfontosabb nem is olyan drága az áruk, a többi hobbi kártyához képest. Na de menjünk tovább, mindent elmondtuk már, ha nem láttátok, jobb felső, jobb alsó, nem tudom, hol fog rakni. Az elrendezés, hogy Top Castos hasonlóan lett elrendezve. Nagyon jól néz ki. Hiszen itt vannak a kapusolós külön képek, aztán a Captain kártyák, ebből kettő ezek hiányzik. Ezek is pontsorszámok szerint vannak rendezve. De nekünk volt egy Lewandowski Captain, nem? Nem. Ez nem Captain volt, hanem Scoretin, bocsánat. Igen. Igen, akkor kettő hiányzik, mint azok a nagy névek közül kettő biztos, hogy megvan. Igen, kettő megvan. Majd Messi, Ronaldo, Gautok. Na nézzük, akkor a Scoretin megben nagyon jó állunk, hiszen itt egy már hiányzó. Azért... Hát, nem tudom, egy hiányzó van, egy hiányzó van a Scoretinből, nyugodtan de azért hiányzik. A legjobb az megvan, Erling Haaland. Hát miért van ott a Scoretin? Messi is volt, nem? Nem. Ja, nem. Messi nincs? Ah, összekevertem őket már én is. Nagyon durva. Itt a Lewandowski, látod? Na akkor abban nyitottunk, igen, azért mert Scoretin meg is így néznek ki, ugye ezeknek nincsen hátul, és el lett takarva. Dolgok vannak, a beiktatásokból így itt nézünk. Itt van egy Gavi ugye középen. Aki majd értékes lesz egyszer, vagy nem tudjuk, hisz lehet, hogy távozik a Barszából, majd kiderül, akkor megjártok meg. Aztán itt van Gouye, Real Madrid, nem? Magányi meg fogják venni. Nem is Real Madrid, ez Marseille. Marseille Ruki, aztán ki van még Rukiból, aki talán olyan lehet, most itt nem látok. De talán még Elanga, aki rúki. És ugye őt azt is szabad hagyta logókat és az írásokat ugye elvileg most Bellingham menni fog a Real, meg fogják venni. Hát az még kiderül, de nagyon jól néz ki ez az oldal, nézzétek igen. Milyen durva, brutális. Hát ugye is milyen jól néz ki. Így van, nagyon kemények lettek, itt van ugye Bellingham, mint említette a beiktatásban, aztán van még valami Robinson, Palmer, Molina, ugye Molina. Világbajnok. És nagyon durva cuccok vannak, aztán ennek a hot rookie-szok. Hát ebből nem tudom, hogy hiányzik vagy sem. Kettő Julian Alvarez van egy a csapatában, ugye Manchester Cityben, meg az országában is. Na ez is jó dolog, hogy lehet ezzel nyitni ugye külön ország és csapat szerint, hogyha úgy van, mint például Haaland benne a Hollandiában, és ugye Manchester Citynél így, vagy Messi. Norvégiában, nem Hollandiában. Norvégiában, igen, bocsássál meg, nem figyeltem tényleg. Aztán jönnek a bézek, mert azt hiszem, hogy kijelentjük a bézek, azok 100%-osak. Mindegyik csapatból megvan 100%-ra. Érdekességképp mondom, a nagyobb országok, illetve a csapatok egy oldalt kap, vagy többet. A kicsik, mint például a Norvégia, csak 6-ot kapott. De az megvan, szóval itt van. Igen. Holland papa, Haaland papa. De nem csak ez az egy ország, amiből 6 darab van. Ugye ezeknél is ki lett hagyva, hiszen a hátoldalán is ott vannak a játékosokról az infók, és külön a kép, ugye, ami az elején van, nagyon jól néznek ki. Jön a Koreából csak 6 van, ugye Hummingson, a csapatkapitány. 6 van, de ugye teljes a set ebből igen. Is. Utána egy Csehország. Igen. Gyerekek, hamarosan kifejű sorsolni a cseréket, vagy mi szerez a csatornáján. A duplákat, igaz? Igen. Azokat is szerintem ilyen komplet setbe fogjuk, nem? Hogyha megvannak. Igen. Majd meglátjuk, azt meglátjuk, és majd a, nem tudom, az én csatornát tervezi feltölteni, úgyhogy nem tudom, mi lesz abból, meglátjuk, ezt még terv alatt van, de a hét folyamán szerintem eldől, nem, hogy mi hogy lesz szerintem vele. Szerintem is. És addban lesz kisorsolva szerintem a másik album is akkor, nem? Melyik album jön most? A FIFA 365. Ah, igen, az abból lesz. Na igen, menjünk tovább. Amerika ebből is csak 6 USA-ből 6 lett, ugye, de a nagyobb nevek miatt szerintem Vea, Dest, Adams, ugye, Musa, Pepi és Pulisic, ezek miatt szerintem de belekerültek. Nevek kerültek be. Én is ahogy nézem, hogy vannak, aztán jönnek ugye spanyolok, de a spanyolok ugye, Pedrit mint az még máshol is Barca is belekerült. Igen, ugye Gavi is ugye a kettő csapatban van, Ansu Fati is. Szóval, nagyon jó néznek a teammétek, mondom én imádom őket, Ansu Fati, Soler,
Ez egy hosszú videó lesz, mi bontást el, hogyha nem pörgetjük meg. Igaz? A spanyolok azok aztán többet kaptak, pont egyre többet. Nem, hát most így lesz az el, igaz, jól láttam, hogy te... Igen, mert hát nem fér ki. De így álom a gyerekek megnézni, nagyon jól néz ki, és itt most nem tudom, mi van. Kihagytam ugye kettőt, de... Ja, értem, hogy azért, mert ott jött a Gavi, és ő kihagytad, és minden folytattad. Igen. A franciákkal, ahol Mbappé, és Salabia, nagyon jó, Benzema, Pogba. És itt még jönnek a franciák, igaz? Jól látom. Ő igen, majdnem egy oldalt kaptak. Franciák jönnek, de mondjuk ezt elrendezte volna másképp, ott föl a franciák. De mégis akkor sem, akkor sem megmarad egy, értem. Jönnek a németek. Németekből is 100%, mindegyik tímnél 100%-os srácok. A németek elég sokat kaptak, mint látjátok. Egy oldal, illetve kettő kártya. Itt van Mókokó. Legtöbbet azt hiszem az argentinok kaptak, hiszen ők a világbajnokok, ha jól emlékszem. Két oldalt kaptak az argentinok. Azért mondom, az argentinok, az összes mindenki benne van, még a cserepad is. Ha jól láttam. Minden benne van. Azért mondom, mindjárt megyünk majd arra is. Foden, Anglia. Igaz? Bellingham is ott van, Sterling, Pickford, Saka. Nem mindenhol kapott a kapus sem kártyát, ez is érdekes, ugye? Igen. És jól, mondom, hátulja is jól néz ki, ugye? Portugália. Na, de hol van Ronaldo? Másik oldalon, Portugál. Ugye Anglia még itt van, és innen a Portugália. Utána pedig Argentina fog jönni. És itt van Ruben Diaz, Ronaldo és Cao Cancelo, aztán jön az Argentin, az előre említettük, hogy... Itt már 6 van. Hogy fulling van, nagyon sok van belőle, egész cserepad, mindenki ott van. Látjátok, most ugye itt van még a másik, és itt van egy oldal teli. De még mindig van, Mister. És még mindig jönnek az argentinok, nézzétek. Két oldal, és még egy játékos. Hol a Messi papa itt van pont, aztán jönnek a Manchester City sztárjai. 19 oldal kapott. Julian Alvarez, rookie. Oldal, 19 kártyát kapott az argentina. Mondom, argentina kapott a legtöbb kártyát sportban most. Aztán Manchester City ugye Haaland szokásos 9 kártyával oldalanként. De itt van Haaland, Grealish. 10 van? Valamelyik 10 van, igen. Na, nem tudom. Tchouameni. Real Madrid. Szerintem, nem tudom, érdekes hírek vannak. Camavinga, Rüdiger, Valverde, a Real Madrid sztárjai következnek. Ők csak 9-et kaptak, de ők szerintem top csapat. Igen, 9-et kaptak. Barcelona 10-et kapott, jól tudom, de mindjárt megnézzük. Gavi, Pedri, aztán jönnek a... Pont 10-et kaptak, igen. Jó, emlékeztem rá, igen, Barcelona 10 kártyás lett, jön a Liverpool, na ott van a kettő lent, látjátok, Ebekker is. Robertson, aztán itt folytatódik a Liverpool, igen. Ők is 11-et kaptak, jól látom, vagy 9-et. A kezdő 11-et kaptak, igen, Van Dijk is ott van, Jota. Na jöhet a következő Inter, aki most a BL döntős már biztosan kijelentető. Mi nem biztos igazából. Ja igen, hát ő nagyon közel állnak hozzá, 2-0 elverték az AC Milan, szóval az AC Milannak nagyon sok mindent kell ahhoz, hogy... Hát ez igen. A 3 gólt. Hát 3 gólt, és nem született góla az Internek. Szóval érdekes, ezt majd meglátjuk. Aztán jön a Real Madrid, Axel Witzel, Griezmann, és még így itt vannak a többiek. Szerdán lesz majd a Real... Manchester City visszavágó. Igen, Koke, aztán Morata, nagyon jó. És még van, még mindig van egy pár most oldal. Most az AC Milan. Itt van az AC Milan, az előbb beszéltünk, Rafaleo, Zonali, a Martinez. Igen, nekik meg elég jó. Meg 9-et itt van. Meg van telibe full, látod, ez is fulling van. Aztán jön a United. 11-et kaptak ők is. Igen, most már ugye nincs Ronaldo benne, és az utolsó pedig a Juventus, nem? Utolsó előtti? Igen. Juventus tárjai. Az utolsó pedig ugye Chelsea. Ebből is 9 van. Még egy oldalt kell lapoznom. Ja, 10 van akkor. Igen. Mézen Mántot tettük ide félre. Ő egyedül van. Ugye a többi kártyát az alán nem pakolta bele, hiszen igen, már nem is része a szériának. Az alapszéria ugye 90-valány százalékos, mint látjátok. Mert nagyon, hát egy pár... Az egész teamét nem... Igazából a Score teamből hiányzik egy pár. All hands teamből hiányzik, meg Captainből. Ezeket leszámítva... Szerintem Bolt Rookiesből is hiányzik. Igen, ezeket leszámítva. Szóval 8 kártya hiányzik, ha jól elszámoltam, 9. Ez számítva ezek, mondom, 100%-os az album, tehát 90%. Ha kezdjük a... Mindjárt kiderül. Molina. Ugye a lézerkártyák következnek. Igen. Ugye van benne Swirl Panel is. Sancho. Az értékesebbeket az külön igen, kezeli, azt hiszem. Az már be is van topoderezve. Igen. Gündogan. Elszökött Marcus Rashford. Ruben Dias. Ugye csillognak a megvakul. Adam Holcek. Ugye ebből van egy hit. Coman. Dest. Mohamed Salah, Luis Diaz, Mason Mount, nagyon csillognak amúgy. Igen, nem is nézek már oda. Yao Sung Lee, Diogo Costa, Paul Pogba. Több mint 50 darab volt szerintem. Igen, Calhanoglu, Razerből, Kostic, João Félix, McAllister, Trosby, Pickford, Robertson, Lisandro Martinez, Alisson Becker, Schlotterbeck, nagyon sok van amúgy, Rodrigo,
Bremer, McKinney, Pepi, Bastoni, Lucas Hernandez, Dimitri Payet, Young, Witzel, Foden, Paulinho. Szeretek közben, nem? Igen. Foden, Dehea, Virgil van Dijk. Ez most így elszól. Minden csillog-villog gyerekek. Kimpembe, Alassini, Ruki, Rüdiger, Tyler Adams, Gimenez, Thomas Müller. Ebben van egy szörpagál is. Igen, majd azok is vannak valahol. Kevin De Bruyne, Barella, Emiliano Martinez, Valverde, is jó, mondjuk, Jordan, tovább nyílt a ször. Igen. Veller, Dusan, Vlahovic, Barella, nagyon jó nyitásra számít. És Thomas Müller, két ügyet különbözőben. Nagyon jól néz ki. Hát én most nem is tudom, hogy csináljuk. Top lúderesek. Szerintem ezt szedd össze egyszer, mert nem fogunk elfélni, majd egy pár, egy nagyon, a hitteket, ugye, amik ki sikerült hittünk, azt majd föltesszük top lúderre. Amúgy csak én nyitottam hittet. Igen, csak én nyitott hittet. Föltesszük stand-re, jó? Ezeket óvatosan összedjük, mert nem akarom sikerült. Mister, nem kéne örülni. Nem kéne ezt. Készen vagy, Mister? Igen. Itt vannak ugye top lúderesek. A lézerekből. Van egy halámból, csak nem tudom. Ami értékesebb, ezek ugye jók lehetnek. És nem is jók, biztos, hogy jók. Pedriből mind a kettő sikerült levadászni. Igen. A spanyolt is, és a Barcelonát is. Durva szfőr, paralellek, nagyon kemények. Ugye ezek vannak, akik szerintem ilyen drágában. Nem is tudom, mutatta, de akkor nézzük. Gavi, Pedri. Pedri még egyszer van, a spanyoloktól. Igen. Nagyon durva. Aztán Holland, Ansu Fati. És van egy föl paralel, Vinicius Junior, nagyon jó. Ruki Alvarez, illetve végre egy Eduardo Camavinga. Camavinga, Camavinga. Na, akkor tegyük ezeket valahova, mert nem férünk el, és jöhetnek a számozottak. Abból legjobbakat fog a nyitásból, 5x5-ös is van, azt hiszem. 5x3-as, John Stones, 60x54-es. Ugye ebből egy médiásnak már küldtem, viszont. Egy darabot, hiszen ilyen kettő nyitottunk, igen, mehet tovább. Gossens, ebből is 60, és milyen kez 56-os. Molina 35x27, egy Bréktárs számozott, Mateo 15x7. Az jó egyelőre, de nem ez a legjobb lett. Egy Wo Jung Jong. Csere Pedrire, 65. Igen, ez beszélt. Kevin De Bruyne, az nagyon jó. 55x4-es. Na, nem fogunk elférni velük. Ederson 35x16-os. Azt is tegyük ide akkor. Jorginho 25x22. Ez is már egész jó nyitás volt. Axel Witzel 55x9-es. Ez is hisz föl. Valami. Már ide rakom, te csak nyináld. Kucsa 15x13. Rookie. 15-ös? Igen. A kettő 15-ösünk van eddig. Pulisic. Már elfelejtettem. 35x18. Ter Stegen 5x3. Az egy legdurvább volt. Igen. Számozott azt hiszem. Montiel, 35x23, Lisandro Martinez, 13x60, Lisandro Martinez, 60x28. És a hittek, igaz? Igen. Na, nézzük az első hittek. Ez az elsővel. Ez még ilyen lightos. Lightos a Holcek, az is nagyon nehéz hitni. Nem tudom, hogy tesszük, ide tegyük valahol, jó? Next majd valaki, le fogom szedni valamelyiket, mert nem fog itt annyi sztendelni. Holcek. Na nézzük akkor, Intergalaktik, leszedjük egyelőre. Kai Havertz. Ez egy nagyon nagy hit. Az első dobozban volt ennél benne. Ennél csak durvább a Haaland és Ronaldo meg Messi. És végére, kedvenc nyitásom. Kedvenc nyitása, élete első. Aláírt, számozott Antonio Barak. Élete, 192. Ő igaz? A legjobb nyitása. Egy Holcek. Igen. Ez lenne volna a mi score gyűjtemények, amit sikerült levadásznunk. Mint látjátok, egész jó nyitások voltak azért a csatornán. Sikerült értékes kártyákat szereznünk. Befittentettem a Haalandot, igen. Köszönöm mindenkinek, hogy végignézte ezt a hosszú videót. Ha tetszett, hogy nyomjatok egy lájkot. És iratkozzatok fel a lassú izgalmakért. Köszönjük a figyelmet. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Sziasztok!